estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! Sikeresen tért vissza a rally világába Szikszai Bészi. A debreceni versenyző második helyen zárt kategóriájában a kontinens egyik legrangosabb nemzetközi versenyén. Vendégem Szikszai Bészi. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Köszöntöm a kedves nézőket. És mindenek előtt gratulálunk ez a kiváló eredményhez. Ugye voltál itt egy bő hónappal ezelőtt, és akkor beszéltünk erről a fontos állomásról, amit bekövetkezett, ugye rally crossból visszamentél a rally világába, és hát egyből a San Marinói versenyen ott lettél, ott találtad magad a dobogó második fokán. Na de picit kezdjük itt az előkészületekkel. Ugye tudtuk, hogy készülsz, aztán az utolsó főpróbánál egy kocsicserét kellett végrehajtani. Ez így mennyire gátolta a felkészülést? Fú, igen, egy nem várt esemény volt a felkészülés kapcsán, ugyanis amivel terveztünk menni a Rally Legenden autó, az az utolsó főpróbán, tehát gyakorlatilag 3 héttel a indulás előtt, egy kunmadarasi versenyen, hát a motorja az nem igazán bírta a kiképzést, és akkor ott fejvakarással teli órák jöttek, hogy na, akkor hogyan tovább, hogy azt az autót próbáljuk meg talpra állítani nagyon sürgősen, vagy hála Istennek van másik M3-as BMW a tarsfőben, és átnyergenünk arra. És mivel az egy versenykész technika volt, hiszen azzal az autóval készültünk az idei rallycross bajnokságon, ezért ott igazából esztétikai beavatkozásra volt gyorsan szükség, és azt találtuk egyszerűbbnek, úgyhogy átnyergeltünk a másik bajorra. Ezt egyébként hogy kell elképzelni, ezt az esztétikai módosításokat, tehát hogy picit más, hogy kell kinézni az autónak a rallycrossnál, mint a rallynál? Igen, tehát azért a rallyban, ha megnézi akár egy laikus szemmel is egy néző, azért gyönyörű szép autók vannak. A rallycross pedig ugye az egy kontaktsport, tehát azért ott az ellenfelek találkoznak egymással, és hát nyilván ebből adódóan azért vannak esztétikai sérülések az autón, és hát ugye ezt kellett orvosolni. Úgyhogy egy gyors kaszni munka jött, egy gyors fényezés, gyorsan új lámpákat venni bele, tehát felöltöztetni úgymond az autót, amire a rallyra kell, és érvényesíteni kellett a rendszámot, illetve gyorsan egy kis adminisztratív dolgot is eszközölni kellett, de ezt is megoldottuk, úgyhogy így nyergeltünk át a fehér autóra, a kékről. És aztán mentetek San Marinóba. Picit erről a Rally Legendsről légy szíves a nézőknek is, hogy mit kell tudni erről. Tudjuk, hogy ugye nagyon-nagyon rangos verseny, 19. alkalommal rendezték meg. Milyen volt a mezőny, mennyire komoly ez itt a ti kis szakágatokban ez a verseny? Hát komolynak úgy fogalmaznék, hogy nagyon-nagyon komoly a mezőny, gyakorlatilag világsztárok vannak itt évről évre, a szervezők próbálnak mindig valami kis extrával megspékelni minden egyes ilyen alkalmat, hiszen egy éve csak egyszer rendezik meg ezt az eseményt, és hát itt elsősorban nem az időről szól ez a történet. Természetesen, mivel versenyről beszélgetünk, azért a végén osztanak serlegeket, és jutalmazzák a leggyorsabb versenyzőt kategóriánként és abszolútban is, de elsősorban nem erről szól ez a dolog. Ott az emberek jól érezni mennek ki magukat, kikapcsolódni, a nézőket, magukat szórakoztatni, és hát ebből egy olyan esemény vált az évek során, ugye azért említetted már, ez a 19. Rally Legend volt, hogy egészen elképesztő. Akkor a kollégákat meg is kérném, hogy játsszák be, amit küldtél nekünk, bejátszót, ugye azért láthattuk tényleg, hogy itt a képernyőn láthatják a kedves nézők is, hogy egy egészen szép környéken, ilyen kis hegyes dombos tájakon mész, és hát a nézők is ott vannak ugye körülötted. Ez a tipikus régi idők rally, amit láthatunk, hogy ugye ott egészen közel, szinte a visszapillantót súrolva ott állnak a nézők, és szurkolnak nektek? Igen, ez szó szerint így kell érteni. Életkoromból adódóan sajnos mi ebből az időszakból a rally világában már kimaradtunk. Ami hát szemtelenül fiatal mondhatjuk. A klasszikus 80-as, 90-es évek rally hangulatait sajnos mi már nem éltük meg, amikor tényleg hömpölygött a tömeg egy-egy hegyoldalon, és egy-egy kanyarba több ezer ember volt. Na hát itt visszacsöppen az ember ebbe a világba, és hidegrázós az egész hétvége, a péntek, szombat, vasárnapi gyorsok, hiszen akármelyik gyorsaságiról beszélünk, mindenhol, minden kanyarban tömve emberekkel, de olyan szinten, amit egyszerűen itthonról nem lehet elképzelni rally versenyzőként, és hát ezt ott megélni élőben, szenzációs.
Egyébként ez a faktor, ez még nagyobb koncentrációt kíván tőletek, vagy még inkább spilásztiteket, ezt hogyan kell elképzelni, amikor ugye belecsöppensz tényleg egy olyan közegbe, amit említette, hogy ami régen is volt, hogy tényleg az emberek ott vannak nagyon-nagyon közel, és hát látjátok azt, hogy mennyire szeretnek titeket. Igen, ez egyrészt rettenetesen jó érzés, másrészt óriási teher, hiszen itt a hibázási lehetőség elég kicsi, tényleg ennek okán, hogy nagyon-nagyon közel állnak a nézők. Persze a szervezők azért mindent elkövetnek, hogy biztonságosá tegyék ezt a versenyt, de hát, mint említettem, a régi idők szellemét idézve, itt a nézők sokszor berohannak, átszakítva a kordont, egy-egy magyar virtust, hogy mondjam, ott azért elég elvetemült, az olaszok is elég elvetemültek, és amikor a kedvencük jön, akkor bizony átlépik azt a kordont, és ugye közel jönnek hozzánk. Szóval nagyon-nagyon nagy teher van rajtunk ilyen szempontból, mert egy-egy hiba akár elég nagy galibát is okozhat személyisérülés kapcsán, de természetesen a másik oldalon megint csak késztet minket arra, hogy jól versenyezzünk, hiszen azért nem szeretne senki beégni, úgymond. Úgyhogy nagyon észnél kell lenni, elvárják a nézők, hogy úgy közlekedjünk, ahogy neki tetszik. És hát végül is a beégés az nagyon távol maradt tőletek, hiszen végül is a kategóriádban a második helyen végeztél. Benne volt ez, érezted, hogy benned van a potenciál, vagy picit meglepett, vagy elvárás volt ezt a második helyet, ezt hogyan értékelni? Egyáltalán nem úgy érkeztünk ide ki, hogy versenyezni szeretnénk időre, és ez így is volt az egész hétvégén. Ezáltal nem is figyelgettük se az időket, illetve azt, hogy most hogy állunk a mezőnyben, viszont ahogy szokták mondani, a célban van vége egy versenynek, és hát ugye öten voltunk a kategóriában, öten kezdtük, és a végén ketten maradtunk. Tehát ugye azért itt a technika is megviccelheti a versenyzőket, egy-egy technikai hiba, vagy esetleg hibázik és beesik, tehát van egy baleset, de a végére ketten maradtunk, és hát igazából nyilván ezt ilyenkor megköszöni az ember, nyilván, de nem ezért mentünk jól érezni magunkat, és az, hogy ez párosult egy eredménnyel, egy ilyen jó eredménnyel, annak nagyon tudunk örülni. Ugye nézőként voltál már kint, picit ez ilyen bakancslistás hely volt, hogy így végre ez így összejött, mint versenyző, és ebből adódna a következő kérdésem is, hogy akkor mondjuk jövőre is a 20-on számíthatunk majd a jelenlétedre? Igen, én úgy gondolom, hogy Magyarországon, de bármilyen versenyzőnek ez a rally legenda egy bakancslistás dolog lehet, hiszen ez tényleg egy olyan verseny, amire mindig mindenki vágyik, hogy elindulhasson egyszer egy ilyenen. És hát nyilván ebből adódóan a 20. azt gondolom én, a szervezők szerintem azt nagyon meg fogják tolni, ezt a jubileumi 20. rally legendát, és mindenféleképpen szeretnék ott lenni, igen. És hát tudjuk, hogy van még azért hátra a szezonból számodra is itt a Rally Hungary a következő esemény. Néhány szóban mit kell tudni erről a versenyről, és hát milyen célokkal indulsz neki a megmérettetésnek? Na hát ide mondjuk versenyezni megyünk, nem szórakozni. Itt a navigátorom Hollóbarnának a C2R2-es kis méregzsákjával fogunk neki lendülni ennek a Európa bajnoki futamnak, hiszen ez egy hivatalos Rally Európa bajnokság egyik futama, egyik fordulója. Ugye azért a magyar szakágvezetés, illetve magyar rallis társadalom, az MNASZ nagyon sokat küzdött azért, hogy egy Európa bajnoki futamot tudjon idehozni Magyarországra. Ez idestova már 3 éve itt van, és ez egy nagyon-nagyon rangos esemény, gyakorlatilag az egész Rally Európa bajnokság élmezőnye itt lesz, ha versengenek a pontokért, és hát nyilván ilyenkor nekünk is szuper lehetőség ugye ezt megmérettetni magunkat a külföldi élmenőkkel. Hát nyilván egy picit azért én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, tehát nyilván alul fogunk maradni szerintem, ők azért éjjel-nappal autóban ülnek, de próbálunk helytállni, és ez egy nagyon komoly megmérettetés lesz. Na hát akkor ehhez is sok sikert kívánunk, azért bízunk benne, hogy azért ebből a San Marino-i versenyből táplálkozva ott is valami szép eredményt érsz el. Várunk majd természetesen azután, és most pedig köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm én is. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönjük, találkozzunk a jövő héten is a viszontlátásra.